Sziasztok! Ez egy ilyen késő esti videó, egy kicsit halkabban beszélek általában. És azért vagyok ebben, mert utoljára, amikor ez volt rajtam, és hasonló témákról beszéltem, mint amiről fogok, azt a videót eddig, körülbelül 3 nap alatt megnézte 18 ezer ember. Miért nem egy rossz szám. És úgy gondoltam, hogy ezt nem megismétlem, hanem folytatom. Tehát van körülöttem egy-két anyag, könyv, stb. Ezekből fogok felolvasni, tehát ha neked ez a téma nem fekszik, könyvolvasás, meg ilyesmi, meg tanulás, meg ilyenek, lapoz, akkor felejtsd el. Ha tetszik, vagy tetszett a múltkori videó, amikor olvasgattam dolgokat, akkor szia, mert akkor üdvözöllek, nagyon jó, erre számíts. De előtte, most lehet, hogy egy csomó már kikapcsolták, mert nem akarnak tanulni, viszont akkor most kimarad a Giuliani-nak a videója, már most arra fogok beszélni először. Na, Giuliani. Tehát felrakott egy videót a Giuliani. Egyelőre csak angolul van meg, pár órája jelent meg ez a videó. Tehát még kell gondolom egy kis idő, hogy valaki lefordítsa. Én nem nagyon akarok belemászni ebbe a fordítós dologba. Biztos van olyan, hogy magyar feliratot simán föl lehet tenni a Google fordítóval. Nem próbáltam soha. Ha valakinek ez megy, akkor ezt nagyon tuti. Tehát akkor mindent, ez végül is hozzá lehet jutni minden a információhoz. Na, Giuliani. Tehát bejelentette azt, hogy ellopták, vagy el akarják lopni a választást. Most hogy lehet egy választást ellopni? Elindul a választás, látják azt, hogy ha így megy tovább, akkor Trump fog nyerni. A demokrata államokban a demokraták csinálják a számolását a szavazatoknak. A republikánus államokban a republikánusok. Ott nem nagyon volt gond. Viszont, mikor látták azt, hogy ezek a számok úgy néznek ki, hogy ha befejezik a számolást, akkor Trump fog nyerni. Tehát mikor annyi van csak hátra, hogy le kell számolni 100 000 szavazatot, és Trump már 120 ezer szavazattal vezet, akkor biztos az, hogy ha 100 000-et megszámolják, képtelenség behozni. Ezért mit csináltak? Nem számoljuk tovább. Várunk egy picit. És miért kell ez a várakozási idő? Béla, nyomtassatok még egy 50 ezeret, vagy valami ilyesmi. És erről van videó, hogy emberek ott benn ülnek és töltik ki a választópapírokat, erről láttad biztos videót. Van videó arról, hogy kis kocsival hozzák be az új dobozt, valahonnan varázslatosan előkerült egy doboznyi szavazás, vagy szavazócédula, mind a Bidennek. És ezért van az a görb, ami így fölmegy, és ugrik egyet. Vagy mikor pisilnek, az nekem nagyon tetszik. Mikor pisilnek egymás mellett, és az egyiknek a végén a ugrik egyet. Ugrik egyet a pisil. És erről van szó. Na, és így lehet ellopni egy választást. És ezt próbálja megcsinálni, de akkor a tárgyalások elindultak, tehát ha ezt nem lehet megnyerni rendesen úgy, hogy szavazunk, akkor meg lehet nyerni úgy, hogy tárgyalóterembe. Ha ott sem lehet megnyerni az egy más tészta, akkor meg lehet nyerni máshogy. Na most én ránéztem rá, hogy a Giuliani, még azt elmondom. Tehát a Giuliani kielemzi azt, hogy hogyan csaltak különböző államokban, hogy nézett ki ez a matek pontosabban, mint ahogy én most itt elmondom. De ő is erről beszél, és azt kimondja, hogy Trump megnyerte ezt a választást. Most ez nem a hivatalos bejelentése annak, hogy nyert Trump, de a matek alapján, hogyha valaki egy kívülállóként tudja nézni, amire sokan képtelenek, mind a két oldalon. Ha kívülállóként tudja nézni ezt valaki, akkor a matek alapján el lehet dönteni, hogy ki az, aki nyerni fog. Na most, a matek alapján bárki, te is el tudod dönteni, hogy ki az, aki nyerni fog, csak ki kell számolni, hogy ha még neked kell 10 szavazat, de összesen csak 5 van, akkor a másik nyert. Kész. De ha neked kell 20 szavazat, és még van 80, és mind a kettőnek kell 20, hogy érted, akkor még mind a kettő nyerhet, ki tudja, hogy melyik fog nyerni. És van egy ilyen pont, mikor el lehet dönteni, kész, itt ennek vége van. Ez olyan, mint mikor a Hamilton vezet 10 körrel, és az utolsó kört kezdi el. Most ki fog nyerni? Hát egyértelmű. Most Trump a Hamilton. Ezek meg itt próbálnak mindent megállítani, hogy fújjuk le a versenyt, mert most gyorsan be kell hozni 5 kört, aztán folytassuk onnan. És körülbelül ez történik most.
Tehát ilyen dedós az egész. És akkor még verik a mellüket, hogy a bidet az vedet. Na jó, ennyit erről. Egy ilyen dolgot viszont csak akkor lehet csinálni, tehát most nem akarok tovább belemenni ebbe a videóba, biztos lesz fordítva, de úgy igazából, ha ezt értem, hogy mondtam, akkor szerintem így vágod a videónak a lényegét. Aztán ebben vannak még pici részletek, meg pici érdekes dolgok, hogy különböző államokban mi történik, meg hogyan, meg hány államban történik ez. Azt hiszem, hogy 4 vagy 5 államban történik ez. Viszont amiről fogok beszélni, az egy olyan dolog, amit úgy hívnak, és ami hiányzik a demokraták oldalán, és ezért nehéz velük játszani, versenyezni, politikát csinálni, és bármit leülni velük tárgyalni, nem tudsz. Mert hiányzik egy dolog, amit úgy hívnak, hogy integritás. Mi az integritás? És most jön a könyv. Az integritás, van egy definíció, és én ezt egy könyvből fogom olvasni. Az integritás az az, hogy az az állapot, amikor az ember azt teszi, amiről tudja, hogy helyes. Minden befolyásolás ellenére. És ez itt az utolsó két szó a legfontosabb. 3 szó. Minden befolyása ellenére. Tehát ez egy ilyen érintetlenség, egy olyan állapot, amikor semmi nem befolyásol. Na most mi lehet egy befolyás az integritást nézve? Pénz. Valaki azt mondja, hogy nincs pénzem, pénzt kéne szerezni. Tudom azt, hogy nem jó az, hogyha én lopok. Viszont nekem nagyon kell a pénz. Tehát tudom, hogy mi a jó, az lenne az integritás, hogyha ha azt teszem, ami jó, de nem teszem azt, inkább ellopom. Mert nekem annyira kell a pénz. Tudom azt, hogy a szavazást úgy kéne csinálni, hogy megnézzük, hogy ez egy szavazat, jó szavazat, hiteles, oké, akkor ezt számoljuk, ez nem jó szavazat, nem hiteles, nem számoljuk, és hogyha ebből több van, akkor az nyert, ha ebből kevesebb van, akkor ő vesztett, és teljesen, és én tudom azt, hogy ez a jó. Most, amikor én elkezdem kitölteni a 28. választócédulát, annak ellenére, hogy tudom, hogy nem kéne, akkor az integritásomat elvesztettem. És mikor egy ember elveszti az integritását, a személyes integritását, ott mindent elvesztett. Most mit értek ezzel, hogy mindent elvesztett? Ugyanebben a könyvben van egy olyan dolog, aminek az a címe, a fejezetnek az a címe, hogy személyes integritás. Tehát, és ez azt mondja, hogy az igaz az ön számára, amit saját maga megfigyelt, és ha ezt elveszíti, akkor mindent elveszített. Nos, ebben nem kell egyetérteni. Csak azért olvastam föl, hogy ezt nem én találtam ki. Mindjárt elmondom, hogy ki találta ki, meg ez hogy néz ki. De mindent elveszített. Mit jelent, hogy te mindent elveszítesz? Úgyhogy elveszted a személyes integritásodat. Tudod, hol vannak azok az emberek együtt, akik elveszítették a személyes integritásukat? Hol találod meg őket? Nagy számban. Böribe? Börtön? Azok az emberek, akik teljesen elveszítették a személyes integritásukat, és el is kapták őket, mert van, aki elvesztette, de még nem kapták el, azok ott vannak a börtönben, de aki a börtönben van, ha megkérdezed őket, hogy ők bűnösök-e vagy nem, akkor azt fogják mondani, hogy nem. Vagy valami másik van arra, hogy nem felelősek azért, hogy ők ott vannak. Valaki, valami, az élet, stb. Na most visszatérve a definícióhoz, én nem tudom, hogy mennyire bírod ezt, én ezt így rágódok ezen, de az az állapot, amikor az ember azt teszi, amiről tudja, hogy helyes, minden befolyásolás ellenére. Tehát ők hagyták maguk, hogy befolyásolni valami által. És az, ami elfogadtak, hogy ez egy befolyásoló tényező, az vitte őket azon az úton, hogy most a börtönben vannak. Mert a szüleim, mert én akármi, mert ilyen társaságba keveredtem, mert ez, mert az, mert a drogokra nem volt pénzem, azok a külső hatások, amik alapján valaki hagyta, hogy elveszett az integritását. Most, ha egy integritást vissza lehet tenni az eredeti állapotba, ha egy börtönbeli embernek meg tudod adni azt a lehetőséget, hogy a saját integritását visszakapja, és el tudja dönteni, hogy mi a jó,
és bármilyen külső befolyás ellenére a jó mellett tudjon maradni, akkor megmentette az életét, és soha többet nem fog bemenni a börtönbe. A börtönön az a baj, hogy amikor valaki bejut, akkor nem azon dolgoznak, hogy visszakapja a saját integritását, hanem büntetik, fenyegetik, jó, megtanulja azt, hogy még jobban hogy kell lopni. Van körülött egy csomó ember, aki egyetért azzal, hogy ő elvesztette az integritását, és hogy amit csinált, az jó, mert én is ezt csináltam, és a rendszer a bunkó, meg a rendőrök a hülyék, meg a dödödödödö. Ez mind a külső behatásoknak a beengedése, és a nem konfrontálása annak, hogy mi van igazából. Mert ők tudják, valahol ők legbelül tudják, hogy amit tettek, az nem volt jó. Tehát nagyon kevés gyerek születik úgy, hogy lop, csal, hazudik, és ez így kialakul, de ezzel együtt van olyan, aki születéstől kezdve valahogy kicsit zárt tojás lett. De azt is rendbe lehet hozni, mert az egy másik téma. Azt most nem akarok belemászni. Tehát a demokraták között, amikor ezek csalnak, lopnak, hazudnak, stb. Ez az integritás, ez nem egy értékes dolog. És azok fogják támogatni ezt a rendszert, azok fognak mögé állni, akiknek ezzel az integritással hasonlóan gondjaik vannak. És nem, számukra már nem érték az integritás. Ha egyszer valaki elvesztette a sajátját, nem fogja tudni értékelni a másét. Sőt, zavarja az, ha másnak van. Tehát, hogyha én tudom, hogy csaltam, és körülött, mondjuk suliba vagyok, én tudom, hogy csaltam a matekon dolgozaton, kaptam egy 4-est, és körülöttem van 3 olyan ember, aki nem csalt, és 4-est kapott, akkor én szarul érzem magam. Azzal együtt, hogy lehet örülök annak, hogy kaptam egy 4-est, de nem érzem jól magam. És ezért van az, hogy akik elveszítik az integritásukat, nem érzik jól magukat abban a csoportban, ahol az embereknek van, és elkezdik támadni ezt a csoportot. Ez történik. Érdekes, ez nekem számomra ez marha érdekes, és ezekről tanulni, meg megérteni, az egy érdekes dolog. Most csak 2 szót néztem meg, vagy 1 szót néztünk meg, 2-3 mondatot, de erről beszélek már egy ideje. Azért, mert ebben van egy fejezet, ami erről szól, hogy személyes integritás. Megmutatok még egy pár dolgot, hogy mi van még emögött. Attól függően, hogy egy bizonyos skálán az emberek hol vannak, attól függően változik az integritásuknak a minősége, vagy mennyisége. Tehát az integritás az nem fekete-fehér feltétlenül, hogy valakinek vagy van, vagy nincs. Van, ez ilyen, egy ilyen skálán van rajta, hogy mennyi van belőle, vagy mennyire él ez valakibe, vagy mennyire fontos ez valakinek. És ennek a skála, ez nagyon sok kicsi lépésből áll, és az érdekes az, hogy én nagyon sokat foglalkozok a frekvenciákkal, ezzel dolgozom, ez a hobbim, mondhatjuk úgy, és ez a skála, ez a frekvenciákkal is kapcsolatban van. Tehát, hogy milyen rezgése van, mindegyik ilyen szintnek ezen a skálán vannak rezgései. És attól függ, hogy te milyen rezgés szinten vagy, annak megfelelően változik az integritásod is, mi változik még. Elég minden, de megmutatom, hogy hogyan. Hát ez a skála így néz ki. Most a tetejéről kezdem el, és megyek lefele. Derűs nyugalom. Tehát mikor is derűs nyugalom, milyen lehet egy derűs nyugalom? Próbálom eljátszani őket. Lehet, hogy menni fognak, nem. Derűs nyugalom az kb. Ez. Ez egy derűs nyugalom. Aztán van egy szó, hogy lelkesedés. És az érdekes, hogy ez a derűs nyugalom, ez egy magasabb állapot, mint az a lelkesedés, mikor a kedvenc csapatod gólt lő. Vagy az, amit akkor érzel, mikor a Trumpot bejelentik, hogy ő az elnök. Vagy nézel egy meccset, ahol a gyereked játszik, és lő egy gólt. Tehát az a lelkesedés, amit akkor érzel, az kicsit alacsonyabb, mint az a derűs nyugalom, amikor csak úgy magadban vagy, és tudod, hogy minden frankó, és minden oké körülötted. Semmi nem tud letörni. Most ott az integritás is magas, egyértelmű. Tehát, hogyha valaki azon kattog, hogy mikor jön a rendőrség, akkor nem tudja derűs nyugalomba lenni. Például. Tehát van a lelkesedés. Aztán van egy olyan konzervatizmus, mikor valaki konzervatív, mikor valaki... Igen. Most erről nem fogok nyilatkozni, mert
nem akarok hazudni annyit, hogy ha sokat beszélek, akkor elszólom magam. Ez a konzervatív. Nem feltétlenül hazudik egy konzervatív, de ezzel a konzervatívmusszal lehet leplezni azt, hogy igazából mi van. Tehát sokan használják ezt a konzervatív dolgot arra, hogy lepleznek dolgokat. Azt viszont nem, már nem konzervatívnak hívják, tehát kicsit így, most bementem valamibe. Mikor beszállsz egy liftbe, és ott mindenki, jó reggel, az egy konzervatív cucc, amit ott tolnak az emberek általában. Aztán, hogy a konzervatívmus mit próbálnak takarni, az egy kérdés. De lehet, hogy valaki pont mindig konzervatív, mert te tudsz mozogni ezen a skálán. Tehát én is most így el tudom játszani őket, és hogyha én bemegyek valahol, el tudom játszani bármelyiket, meg bárki el tudja játszani bármelyiket, viszont azt is meg lehet tanulni, hogy lehet valaki kiúrasztani ebből, ahol van. Nem akarok túl sokat magyarázni erről, mert az a jó, hogy ezzel olvasol meg a saját magadnak, hogy elsajátítod ezt a dolgot, de ezt tudni, kenni, vágni az életbe, ez egy akkora előny, hogy rányzol valakire, hogy tudod, hogy mi van, és akkor mutatok még valamit, hogy még mit tudsz akkor, hogy valakit be tudsz lőni, hogy hol van ezen a skálán. Na, menjünk tovább. Aztán van az, hogy unalom. Ez az unalom. Oké. Van aztán az, hogy antagonizmus. Most legyek antagonista. De azt szerintem azt mindenki tudja, milyen az antagonizmus. Az. Tehát antagonizmus, aztán van dű, tehát az nem ugyanaz. A dű az így sokkal nyíltabb, a dű az sokkal erőteljesebb, sokkal váább. Most egy dühös ember azt kell tudni, csak itt belogjuk egy mondatot, egy dühös ember azt kell tudni, hogy valószínű, hogy semmit nem vesz észre, ha valami körülötte van. És az integritása hol van? Na most az integritásra nem tértem ki külön-külön, de az integritás az minden, ahogy megyünk lefele, változik az integritás. Ezt én azt megfigyelem, hogy hogyan. De a legfontosabb az most jön. Tehát van itt azt mondja, hogy antagonizmus, dű, és van egy olyan, hogy rejtett ellenségesség. Rejtett ellenségesség. Na most ez nagyon fontos. Mert mikor valaki azt csinálja, hogy itt egy szavazó cédula, megfog egy tolla, ezt is számoljuk. Tehát ez egy rejtett ellenséges dolog. Mikor azt mondják, hogy Biden vezet, és tudják, hogy nem. Ez is valamilyen szinten egy ilyen rejtett ellenségesség. Nem azt mondják, hogy mi ellopjuk a választást, ami nem lenne rejtett. Mi most el fogjuk lopni ezt a választást, meg azt csináltok, amit akartok, mi fölrújjuk az összes szabályt. Ez lenne egy nyílt, egy karakáns dolog, hogy figyelj, ezt nem adjuk oda ezt a választást, ez a miénk. Mi elveszünk tőled, mi leveszünk téged, és kimegyünk tüntetni, hogy gyertek ki a Fehérházból, mert most mi akarunk bevenni. Ez egy nyílt, ez egy, lehet egy magas tónus, vagy lelkesedéssel is lehet ezt csinálni, hogy mi vagyunk akárki, és mi jobban tudunk, mint ti, és menjetek innen a francba. Tehát ez egy magas tónusú megnyilvánulása lenne annak, hogy el akarják venni azt, ami neked van. De nem ezt csinálják, hanem rejtve. Fű alatt hazudoznak. Most ez rejtett ellenséges, hogy mennyi integritás van ott. Tudják, hogy amit csinálnak, az rossz. Mindenki, aki ebben részt vesz, tudja azt, hogy nem ez a jó dolog, amit csinálni kell, de az integritás az eltűnt. És az ebben a szar, vagy az ebben a rossz, bocsánat, hogy ha egyszer ezt elveszted, akkor nagyon nehéz visszamenni a rendes kerékvágásba. Bekerülsz egy ilyen spirálba, ami elindul lefelé, és egyre természetesebb az, hogy mindegy, most lopunk egy kicsit ott, hazudunk egy kicsit itt, hazudunk egy kicsit ott, és mész lefele, mint a... És aztán a vége az, hogy böri. Tehát általában ha valaki elindul lefelé, akkor ha nem tud megállni, akkor halad. Mi ez? Hiden, igen. Biden az egy hiden, sokszor. Tehát, tehát ez rajta van egy ilyen skálán. Most itt ebben a könyvben, aminek az a címe, hogy élet egy új nézőpontból. Na most, ha ebben nem tudsz azonosulni, akkor az érdekes, mert ha bármit akarsz változtatni az életedben, bármit, akkor ahhoz valószínűleg kell egy új nézőpont. 1000%. Vagy egy olyan nézőpont, hogy bejön valaki a szobába, és azt mondja, hogy wow, nézd csak ezt.
Sőt, ezt még nem láttam. Puff, egy új nézőpont. És csak annyit mond, hogy nézz rá arra, az ő nézőpontjából, vagy egy új nézőpontból, és mikor alkalsz, hogy nézz rá valamire, az egész más dolog, mikor te nézed. Te körülnéz a szobában, nem veszed észre, hogy mi van. De alkalsz, hogy nézz rá, arra nézz rá, és akkor jobban megnézed, puff. És ezzel csak az, hogy valaki rámutat neked valamire, tudsz kapni egy új nézőpontot. Ez lehet bármilyen téma az életben. Amiért nem halad valaki az életbe, amiért nem tud bármilyen területen előre lépni, az az, hogy a nézőpontja nem változott azon a területen belül. Vagy ragaszkodik valamihez, le van ragadva egy nézőpontnál, vagy nem képes arra, vagy nem nincs elég külső impulzus, ami segítene neki egy új nézőpontot fölvenni. Most, ha valaki a CNN-t nézi 20 éve, akkor be van nőve egy bizonyos nézőpont, egy nézőpont, így ez egy nézőpontja, és ebből a nézőpontból próbálja megérteni a világot. Nem lehet. Tehát kell körülnézni, emberekkel beszélni, meghallgatni különböző véleményeket. És az a gáz, hogy egy demokrata, az fölvesz egy nézőpontot, és nem hajlandó se tágítani rajta, se változtatni rajta, mint hogyha belenne gipszelve a nyaka, és így nézze, és ezt látja csak. És teljesen mindegy, hogy mi van, ez a nézőpont. Most, ez rossz. Az élet egy új nézőpontból egy új élet. Ez teljesen más tud lenni az, mikor egy új nézőpontot föl tudsz venni. És vannak olyan nézőpontok, amitől hátast dobsz. Hogyha hajlandó vagy nyílt lenni rá, hogy oké, nézzük meg, mi bajunk lehet. A nézés nem fáj. És hogyha nem akarsz nézni, akkor vagy becsukod a szemed, vagy elfordulsz egy másik irányba. Tehát nem, az csak egy nézés. Tehát az életen új nézőpontból. Na. De ez az új, élet az új nézőpontból könyv, ez az első osztály. Tehát ez egy ilyen alapfok. Nem azt mondom, ez most nem degradálás szintű elsősök. Nem. Ez egy jó első lépés. Viszont az érdekes az, hogy ez a skála, és az, hogy az integritásnak milyen más, vagy mi van még az integritás mellett, mi van ezen a skálán, és mennyi minden tud változni azzal, hogy az ember dühös, unalomba van, vagy lelkes, és hogyan változnak bizonyos dolgok, ez egy kis táblázatban van benne. Ami melyik az eleje? Ez az eleje. És ez ilyen pici betűkkel rohadt sok különböző dolog van rajta. Hát ezt most nem fogod tudni elolvasni, mert direkten gyorsan húzom, de nem az a lényeg. Tehát ez ekkora, és ez csak a fele, van egy másik oldala. Na most ez úgy kezdődik, hogy itt van az elején, hogy a lelkesedés, a düh, az unalom, itt egy több van, nem csak azok, egy picit ki van tágítva, és itt végig, ha egy oszlopon végigmész, akkor látod azt, hogy valaki egy bizonyos szinten van, dühös vagy bármilyen, akkor mi tartozik ahhoz? Mire számíthatsz ettől az embertől? Nem megyek ebbe bele, mert ez a nyolcadikos anyag. Az az elsős anyag. A nyolcadikos anyagot nem illik, vagy nem azt mondom, nem illik, butaság odaadni egy elsős kezébe, mert ez most mi van itt? Tehát ez... És lehet, hogy ez nagyképpen hangzik, de a múltkor elmondtam, hogy azt a könyvet, amit olvastam, az Aaron Hubbard írta. Van, akinek ez jó hír, van, akinek ez rossz hír, van, aki most lehet, hogy kikapcsolja, van, aki azt mondja, hogy tudom, ki az, mit mesél róla. Na most ő, én azt gondolom, hogy Trump után az öt emberben van a bolygón, aki a legtöbbet támadták. Miért támadják Trumpot? Mert segíteni akar az emberiségen, az embereknek, mindenkinek. Egy jó szándéka van. Hallottál már biztos olyan emberekről, akiknek jó szándékuk volt történelemben, aztán nem túl jól végezték. Ez egy ilyen világ. Azok az emberek, akik elnyomni akarnak minket, azok hülyét kapnak akkor, mikor valaki segíteni akar rajtunk. Na most őt is támadták, és ez az egyetlen olyan író, akit én olvasgattam, ahol nagyon fontos az, hogy
úgy olvasod a könyveit, ahogy leírta őket. Tehát az első könyvet, mikor leírta, azt érdemes elolvasni először. Nem feltétlenül minden egyes könyvben így van, de a 80%. És utána olvasod a másodikat, mert annyira fejlődött az ő nézőpontja is, ahogy kutatott, hogy a hatodik könyvét nem fogod érteni, hogyha nem látod az első ötbe, hogy hogy változott a nézőpontja, és a te nézőpontod tud változni vele együtt. Eszméletlen érdekes az egész. Most ez a új nézőpont, ez az egyik első ilyen könyv, mert ahhoz, hogy valaki hú, fölébredtünk, hú, hazudoztak nekünk, mindenki elnyel a francba, aki eddig hazudott, a tévé, a rádió, a politikusok, a mindenki, és akkor most mit csináljunk? Hoppá! Most akkor itt vagyunk magunkra hagyva, hogy kéne akkor összerakni ezt az egész dolgot? Kell egy új nézőpont, mert azt a nézőpontot, amit a tévé ad neked, a tévé, ezt csinál a tévé, ad egy nézőpontot. De nem adja oda azt, hogy mellette még milyen nézőpontok lehetnek, hanem betesz egy nézőpontba, és megmondja, hogy jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, a ma esti híradóban odaadjuk azt, hogy milyen nézőpontod legyen a Béláról. A Béláról a nézőpontodnak úgy kell kinéznie, hogy a Béla az egy szélhámos, csaló, papapapapapam. És odaadják ezt a nézőpontot neked. És akkor menj, mehetsz aludni, kész. És meghallgattuk a Bélát, hogy ő neki mi a nézőpontja, össze tudjuk hasonlítani a kettőt, meg tudunk kérdezni még egy harmadik embert, akinek minden információja megvan, és az mit mond, nincs rá esélyed. A tévé csak elmondja, hogy ez a mai estére a nézőpontod, tessék, mehetsz aludni. És ez a gáz. És nem adja meg az esélyt se, és nem is kér arra, hogy legyen egy saját nézőpontod. És itt ez a legfontosabb, hogy nem kell hinned nekem, nem kell hinned a könyvnek. Annyit tudsz csinálni, hogy és nem kell hinned semminek. Annyit tudsz csinálni, hogy kialakítod a saját nézőpontodat. És amikor te ezt ki tudtad alakítani, hogy van egy saját nézőpontod sok dologról, akkor tudsz magadnak szerezni egy integritást. Mert akkor nem külső nézőpontok vannak, nem az, hogy hát a Béla azt mondta, akkor biztos oké. Meg az nem. Akkor az integritásodat már hagyod, kompromisszumokat engedsz meg az integritásoddal szembe. Tehát látod, hogy függenek össze ezek a dolgok. Nagyon-nagyon érdekes, én imádom ezt a témát. És én ezt háromszor olvastam ezt a könyvet. Nem egy könnyű eledel, főleg akkor, sőt, nem is ajánlom valakinek, hogy elkezdje ezt a könyvet olvasni. Amikor említettem azt, hogy a túlélés tudománya, ez a túlélés tudományával jön együtt ez a könyv, ez a kis dolog. A túlélés tudománya az arról szól, hogy erről szól. Tehát erről egy könyv van írva, ilyen vastag. Ez a könyv. Ez csak arról szól, hogy elmagyarázza ezt. De ez tud segíteni egy bevezetést ad. Ez az élet az emi nézőpontból, ez ad egy bevezetést. Ahhoz is, meg sok máshoz is. Na most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy mit akar eladni nekünk a Péter? Most, ha követsz engem, ez a csoport 5 éve létezik. Én ilyet még soha nem csináltam, hogy ezt így fölhoztam, beszélek róla ennyit, így. Lehet, hogy valakinek ez szimpatikus, lehet, hogy valakinek ez nem szimpatikus. Ez az én nézőpontom, az én integritásom. Én tudom azt, hogy amik ezekben vannak, az nekem segített. És látom az esélyét annak, hogy ez másnak is megtörténhet az életében. És per pillanat, teljesen mindegy, hogy milyen iskolába jártál, milyen egyetemet végeztél, hány egyetemet végeztél, ezt nem tanítják ott az iskolában, hogy hogyan tartsd meg az integritásodat, hogyan vedd észre azt, hogy mások elvesztették, hogyan tudsz nekik segíteni, hogy visszaszerezzék, hogyan tudod kiismerni azt, hogy aki beszél hozzád, az hazudik-e vagy nem hazudik, vagy ez a túléléseddel van kapcsolatban. Ha te ezt föl tudod ismerni, meg tudod tanulni, és ki tudod ismerni az embereket, a szituációkat, hallasz egy híreket, és látod így, hogy ez teljesen gáz, akkor egyszerűen egy olyan stabilitást tudsz kialakítani, egy olyan integritást tudsz felvenni, hogy sérthetetlen tudsz lenni. A sérthetetlent úgy értem, hogy nincs az a szar, ami le tud dönteni. Tehát lehet, hogy ezt itt már észrevetted, hogy a szar hírekből így ömlesztik ránk a híreket. Ha valaki elkezdi komolyan venni, akkor bebújik a sarokban, fejre húzza a takarót, és sírdogál, mert annyira gáz az, amit mutatnak, és hogy jaj, mi lesz velünk? De tudni kell azt, hogy ezek az emberek, akik
hozzák hozzád a híreket, már rég elvesztették az integritásukat, folyamatosan hazudnak. Minden, ami hazugság, azt örömmel így adják neked, minden, ami igazságtól menekülnek. Ez csak egy tény. És minél többet értesz ebből, annál jobban átlátsz a szitán. És nem fog, a hülyeség nem fog, tehát... Amikor valaki megkérdezett tőlem, hogy te allergiás vagy valamire? Ja, igen. Mire? Hát a hülyeségre. Egyszerűen a hülyeség, meg a hazugságok nem tudnak bejönni egyszerűen nem tudnak, így leperegnek. Kész. Ez olyan energia, ami nem ide való. Nem kell. Nem ragad rám. Nem tudom, hogy... nem akarok nagyképű hangzani, de amikor valaki tanul valamit egy pár évig, annak kell, hogy legyen valami eredménye. Most én ezeket elég sokáig tanulgattam, és ez úgy látszik, hogy ez az eredménye. Oké, nem akarok el többet beszélni. Ide fogok tenni egy linket, ahol az élet az új nézőpontból, ezt meg tudod rendelni ezt a könyvet magadnak. Na most itt valaki azt mondja, fú, pénzt akar keresni, ha valaki ennyit lát ebből, akkor kezdj sokkal van viszontlátásra. Tehát, ha valaki ezt tudja levenni ebből, és van köztünk biztos olyan, aki ott van, hogy ezt tudja levenni belőle, találj másik csoportot. Bocsi. ezt mondom, hogy ez nekem nem tud érdekelni. Tehát ez magasról, meg... Ja. Oké. Én bízom abban, hogy a Trump az addig fog harcolni, amíg itt be nem... Most majd megválaszoltam, hogy nem akartam mondani. Tehát össze nem rakja azt, hogy itt minden úgy történjen, ahogy kell a nagykönyvbe. Hogy ami számolva van, az helyes, és számolva van. Ami szar, azt nem számolják, azt kuka. Tehát vannak olyan balatok, ami hamisítva van, az megy a levesbe. És hogyha ezt így megcsinálják, akkor ő fog nyerni, kész. Ez nem vitás. Na most van még a tarsójukban szerintem egy-két dolog, amiről nem tudunk. Tehát nem kell félteni őket. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. És én azt mondom, hogy ha most egy kicsit úgy érzed, hogy el vagy vesztve, kicsit úgy érzed, hogy nem tudod, hogy kéne elindulni, akkor a legeslegokosabb dolog az, hogy elkezdesz tanulni. Mert ha azzal a tapasztalattal, ami neked az életben van, azzal a ismeretségi körrel, azokkal a impulzusokkal, nézőpontokkal, ami neked van, most egy olyan szituációban érzed magad, hogy hú, egy kicsit kicsúszik a lábad alatt a talaj, vagy nem tudod, hogy pontosan most mi van, akkor az egyetlen dolog, ami ki tud hozni ebből téged, az az, ha új nézőpontokat kapsz, új dolgokkal kerülsz kapcsolatba, új íróktól olvasol, új dolgokkal foglalkozol, amire eddig nem foglalkoztál, mert amivel foglalkoztál, az ebbe az állapotba hozott. És hogyha valakit egy ilyen hír, ami most történik, le tud dönteni, és olyan pofonokat tud adni, hogy kicsit így kell fognod a box ringnek a szélét, hogy ne essel, akkor kell még valami neked, ami erősebbé tud tenni. És én azért hoztam ezeket a dolgokat, mert ezek erősebbé tudnak tenni. És csak magadra számíthatsz igazából. Senki másra. De ha te erős tudsz lenni, ha te magadnak tudsz lenni egy stabil pont a saját életedbe, én tudom magamról, hogy bárhol vagyok, bármi történik, talpra fogok esni. Kizárt, hogy engem megtörjön bármi, bárhol. Ez így föl tud fegyverezni engem, ez a cucc, amiket tanultam. És nincs olyan probléma szerintem, amit hogyha azt mondod, hogy te mit csináljunk, hogyha amire nem tudom azt mondani, hogy figyelj, csinálj ezt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, próbáld ki, nézd meg, hogy működik-e, vagy nem. Ezt adja ezeknek a dolgoknak az ismerete. És ez lehet, hogy nagyképűen hangzik, azt is magasról, ez a te véleményed, ez meg az enyém, teljesen nem fontos, hogy egy véleményen legyünk, de én ezt tapasztaltam, és működik. Sziasztok!